csak már a chaten előbb mondták. Most itt Na, köszönöm szépen a újraindítottam a streamit. Ja, tessék na, mehettek átmenni vissza egyébként Alexhoz. Is. De nem, mert maradjon akkor. küldjenek köszönöm szépen, úgy nagyon vicces tényleg konkrétan. Zé, az van, hogy... hogy átjöttek az emberek, és így elkezdtek követni. Hi, hello. Itt van, elvileg már visszalőtt. Jó, megszakadt a internetem. De nem kell tőlem, nem kell tőled eljönni. De nézzetek mindkettőnket. Nem veszett el semmi, nem. Ez megvan, mert túl sok értékű cucc volt, nem. Jó, ez is megvan, oké. Na, megszakadt a net. Samurai. Nálam elindították a Sexy Sax szólót. Nem sikerült! Köszönöm szépen, non-egy. Na, szóval azt akartam mondani, igen, hogy legutoljára akkor Don't Starve Together-öztem, amikor Early Access-ben volt. Én... Ja igen, hogy azóta amúgy nagyon sok fejlesztést nyomtak bele. Sok pénzt. És fejlesztést, mert ugye kijött a Don't Starve Together, és látták, hogy abban sokkal több lehetőség van, és hogy arra fektették így a dolgokat. Úgyhogy, ami szerintem tök jó amúgy. Pillanat, most nem tudom, mit akartam csinálni. Arrébb raktam a szabgót, hogy lássátok azt, sőt, átviszem a... Ó, várjátok. Mindjárt lefekszek én is aludni, és felhúzom a fejhallgatómat, mert valamiért nem jó a blue vevőkém a gépben, és annyira akadozva hallom Alexet, hogy azt se tudom, hogy mit mond, de a csetem az jól hall, mert mint ugye a streamben biztos, hogy jó vagy, csak az én fülesem szar. Úgyhogy egy pillanatot kérlek. Na, és hogy mi meg újraindultunk. Hát nem tudom mi volt, megszakadt a interwebs. Ja, itt is akadt, jól van, akkor én is. Ezért mindjárt eltállítom. Igen, most az előbb egy picit akadoztál, gondolom a Bluetooth miatt. Na. Ah, köszönöm szépen, most itt nyomatják a zenéke. Mi nálad még lehet. Köszi Devi, köszi non egy. De ezek jó zenék, ezeket szeressem. Nem férek hozzá a soundboardhoz, pedig beraktam volna a Jimmy-t. Nem, Danci, nem. Még nem tartunk ott. De most halljátok Alexot, ugye? Igen, meg az azért is játékot is. Jó, szuper. Senki nem hall semmit. Ezekre nagyon lehet vibe-olni, ugye? Mi volt a... Én vagyok az igazi viber. Nekem mondjuk nem. Ja, nem, amúgy annyi, hogy ide nem rakhatsz be amúgy egy olyan nagyon-nagyon sok mindent. Erre az egy újfajta plugin. És te választod ki, tehát be lehet küldni nagy csomó mindent, és te választod ki, mit akarsz használni, vagy mit nem. Ez a... mi a neve? Ja, láttam. Én is gondolkoztam rajta, hogy akkor lehet, hogy azzal megcsinálom. A cool cucc amúgy, csak van, tehát bagos. Vannak problémái. Tehát van olyan, hogy sorrendet nem jegyzi meg, vagy... csinál randomra üres oldalakat a, mondjuk egy folderbe. Szóval a Jimmy's kérdésre szeretném felhasználni a Fifth Amendment-emet, és nem szeretnék válaszolni self-discrimination miatt. This vagy... isn't America! vagy mi? Nem discrimination, hanem decriminalization miatt. Úristen, azaz. Jó, de csak akkor én meg szeretném a másik amendment-emet felhasználni, hogy olyan tömegnek mennyiségű fegyvert tudjak magamnál tartani, de semmi jogból. Tehát, hogy... Ez bírom, mikor így mondták, hogy hát nem értjük, miért van ekkora gun violence, biztos a izé a videójátékok miatt. És így ott igen, volt ugyanaz, nagyobb játékos bázisa van Japánnak, mint kb. Európának, meg Európának, meg Amerikának együtt, és akkor ott van gun violence, nulla.
Igen, én most a school shootings így nulla. TikTokon egy videót, hogy a világon sorozatgyilkosok, meg az ilyen, igen, azt mondom, hogy pont a sorozatgyilkosokról volt szó, a sorozatgyilkosok valami, most nem akarok hülyeséget mondani, de valami 60-70%-át Amerika teszi ki, tehát hogy Amerika adja a világnak, és így, Mert nyilván az is igaz, hogy nyilván a fegyver magában nem öl, de hogyha valakinek van szándék a fegyverrel ölni, akkor sokkal egyszerűbb megtenni, mintha nem. Nem. Mondjuk egy késsel nagyon sokkal nehezebb ölni, mint egy fegyverrel. De nem lehetetlen, ezt jegyezzétek meg. Hát nem, ezt én Miskolcról jöttem, tehát hogy... Én meg... Tudod, a Balkánról szóval. Balkan life, tehát itt mindenkinek van kése. De azért, tehát késelni sokkal nehezebb, mint mondjuk tarkon lőni valakit, mert... Ja, hát ráadásul ugye a késelés az milliahoz közel kell menni valakihez, és sokkal könnyebben hát ilyen personal. Létheti, mint egy... Igen. Tehát ott van esélye túlélni, hát most ha tarkon lőlek, azt nem igazán tudod túlélni, tehát az, igen, ott az esélyei nagyon leesnek. Amúgy kéne valami kajákat szerezni. Miskolca puszta, kézzel ölünk! Ja, hát igen. Főleg. Jaj, de köszönöm szépen a második hónapot. Mikor járt le a szab, ezt javítani kell. Köszönöm. Devi nagyon cukorfalat, mindig itt is. Devi mindenhol cukorfalat. Azt mondja Mili. Hát jól van, most mi... Sajnálom, pont a D&D-ről beszéltünk ez a Petivel amúgy előtte. Úgyhogy most az jár a fejembe, hogy fogom megcsinálni Sims-ben a kis házunkat, amit összeszedtünk. A késeléshez sokkal több hidegvér kell, nem elég, ha hülye valaki, és van egy szapja. Azóta. Hát meg az sokkal nehezebb, veszélyesebb. Igen. Tehát azért, meg hát valakit úgy leszúrni azért, aki meg tudja magát védeni tőled, azért az egy, hát egy sokkal félelmetesebb szenárió, mint a... Van nálam egy 556-os, konkrétan sniper kaliberű civil fegyver. Tehát, ezt is. Amúgy. Tehát, hogy azért, tehát, amit már armorral se lehet nagyon kivédeni, azt így civileknek odaadom. Jó, most nyilvánvalóan Ukrajnában nagyon örültek volna ennek az élethelyzetnek, mert bennmaradtak érte, azt jöttek az oroszok, azt nem tudtak mivel lőni, szerencsétlenek. Hát, ja, nem tudom. És az a kedvencem, hogy amikor azt mondják, hogy én megértem azt, hogy te miért mondod, tehát hogy megértem a te álláspontodat, ugye, akik ilyen... Csak az álláspontod egy baromság! Igen. Akik ilyen fegyverpártiak, és hogy te miért nem érted meg az enyémet. És így... Azért, mert literálisan felesleges. Bár mondjuk Amerikában már őszintén lehet, hogy tényleg nem. Tehát, hogy ott élni... kihívás. Jó, mondjuk meg ezt mondjuk mi Magyarországról. Hát, hogy mondjuk nyilván itt van egészségügy. Jó, de máshogy kihívás ezeken a helyeken. Máshogy kihívás. Egyébként nem tudom, én például én nagyon szeretem a fegyvereket. Én nagyon szerettem gyerekkoromban is már. Már azt hitt magát azt, hogy működik, meg mit tudom én. Eladóan a videójátékozás. A videójátékozás. Meg az erőszak. De tényleg, én így nagyon szeretem, tehát én simán tudnék olyat például csinálni, hogy mit tudom én, futtatnék egy kisebb, mit tudom én, fegyvermúzeumot, vagy ilyesmit, tehát nagyon szeretem, mint a főzést kb. De hogyha az lenne az ára, hogy akkor minden civilnek lenne fegyver, hát akkor kösz nem, ez erről a hobbiról nagyon gyorsan le tudok mondani. Tehát, hogyha ez az ára. És ugye Amerikában meg ez van, hogy na most azért, mert a liberálisok akarják, hogy a fegyvereket elvegyik. Tehát nem, azért van, hogy a gyerekek ne lőjék az iskolába amikor a gyereknek azt kell tanítani az iskolába, hogyha
tehát hogy vannak ilyen prevenciós előadások. Hogyha bejön egy, vagy egy school shooting dolog történik, akkor, akkor hogy véd meg magad, meg hogy bújj el? Hát és, hogy a kisgyereknek, vagy nem is tudom, hogy hol olvastam pontosan, de hogy valami ilyesmi volt, hogy egy alsós kisgyerek otthon felállt a WC-re. És így az anyja kérdezte, hogy te mit csinálsz, hogy ja, hát, hogy ezt tanították ma az iskolába, hogyha véletlenül egy, hogyha úgy alakul, hogy valaki bejön lövöldözni a suliba, akkor is, tudják, hogy pont a WC-be vagy, így vagy, hogy közel, akkor menjél oda, és állj fel a WC-re. És képzeld el, hogy ilyet beér. Egy alsós gyerek, érted? Egy kisgyerek, borzasztó állat. És így, ott kirázt. Mindenkinek lenne a fegyvere Magyarországon, Miskolcban nem maradna semmi egy hét alatt. Itt ilyen Civil War játszódna le egy kis városban, érted így? Hát kiugranik nem, az ablakon, hát mondjuk a hetedikről nehezen. Ha nagy az iskola. Nem, de legalább őket sem műtik át. Igen. Ja, de írjon on egy, hogy hát de legyünk már amerikaiak, hogyha lövöldözés történik is lőjük, akkor ránsd elő a saját sotidat, igen. Tehát, hogy, de tényleg már ilyen van, hát meg ugye... És mindenki ezért a gatyájából, meg a zokniából húzzál. Itt valami Monty Python, érted? Mindenki fegyver van tele, minden táska, meg... Igen, hátsó zsebé, mindenki kis pisztoly. Húz, igen, mindenki máshonnan húzza elő a kis fegyverét. Így, és azt hitted, hogy kibaszol velünk? Van kibaszol velünk? Fanni már nyitja is ki az aktát, tele van kisebbnél kisebb hangtompítós kis pisztollyal. De én át tudom képzelni, hogy tudod, a, mit tudom én, az ilyen animések, meg ilyen, ilyen dobókésekkel. Dobókések, tényleg, és akkor jönnek a... Jön a Omaibamu, Shindeiro! És már repül a izé, repül a dobócsillag. Még látja elő a hatalmas katanát. A földrajzfüzetét, és akkor a földrajzfüzet hátuljából így dobálja rád a sulikeneket. Hittanórán meg tudod, van az a jelet, amikor kinyitod a Bibliát, és benne van az aranyból ilyen keresztes magnum. Minden füzetben, meg minden... Vagy Isten minden füzesse meg, fiam! Ezért kell csinálni egy helyet az ilyen fegyvereknek, hogy minden órán meg tud védeni. Igen, és tudod, mondom ezt, hogy van, aki ilyen könyvből ki van vágva egy ilyen pisztoly alak. Benne van a Bibliában. Ja, dicsértessék! Dicsértessék, motherfucker! Áldás békesség! Áldás békesség, de tényleg, de tudod, így a ilyen, ízi, ilyen amerikai aranystukker és rajta ízi a rózsafüzér, meg... Igen, főleg az ilyen főleg az ilyen latinexesek, ugye ők a latinamerikaiak, ők az ilyen nagyon keresztények, meg vallásosak, és akkor nekik vannak ilyenek. Igen, és hol van most az Istened? Jézus Mária. Jézus Mária. Az így texasziak alapból a izé, a szalmakalap alatt van a két revolver. És akkor megy a izé, megy a lövöldözés hittanórán, és a háttérben a tanár énekli az Ave Mariát, vagy nem tudom. Igen, és akkor kezdve, és most a izére fogunk tanulni, gyerekek, nyissátok ki a képekben, közben így repülnek el a feje mellett. Jó lövöldözéshez szól a nóta, és akkor mikor elkezdődik egy ilyen school shooting, akkor azért rádióba, és ritmusra kell lőni. Ritmusra kell lőni. Na jó. De tényleg egyébként borzasztó. Tehát, ez a Trauma Valley, szívesen ez a mai témánk. De azt vágott, hogy konkrétan volt ilyen practice, hogy ilyen... Így a suliba tartotta ki a nagy Kevlar plédeket, és akkor azt így fel lehetett venni a gyereknek a hátára, és igen, akkor letölt. Igen, hát az valami hihetetlen, hallod, az mint valamilyen... Dehogy ez mennyire szomorú. Nagy, de így megnézed a képet, és azt hiszed, hogy ez valamilyen fantazi, tehát mint valami Fallout, ilyen nagyon, nagyon elbaszott jövő, tudod, a disztópia. Igen, úristen, nagyon nem kirázott a hideg. Hát Amerikában laknék, oda biztos nem szülnék gyereket, komolyan mondom. Hát az iskoláztatás nem, az biztos, hogy nem ilyen normál school-ba oldanám meg. Bár utólag
én amúgy se volt sok értelem az iskolának szerintem. Mondjuk, de mert szociológiailag fejlődsz. Ja, hát persze. Miskolcon meg főleg. Ott szóval skillet felmegy az egekbe, az utca mellett. High School Musical kicsit másképp. Micsoda? Milyen musical? High School Musical kicsit másképp. De milyen lenne? Lenne sima a High School Musical, ott énekelgetek meg mindig, és közben bejönne egy ilyen school shooter, így a közepébe bele. Mint mi valami horror film. Together. És akkor így éneklik ezt. És én lövöldöm. Írt le mindenki sikít, fut, vérzik. Ezt a Zac Efron táncol, és lövöldözik. Szétadom. Amúgy azt ti tudtátok, hogy ők minden reggel az iskolában esküdtesznek a zászlóra? Persze, tehát az amerikaiakban nagyon nagy az ilyen, hogy hívják, az ilyen nemzetiségi tudat, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan, hogy ezt hogy mondják. Jó, nyilván nem mindenhol, viszont ott azért ugye, hát nem is divat, hanem inkább csak kultúra része az, hogy tudod, hogy a háznak, a sok háznak a falán így lóg a zászló. Igen, és ezt így Magyarországon nem tudod elképzelni, mert legszívesebben letagadnám, hogy magyar vagyok, de hogy... Igen, szia Cupido. Igen, haza, és tudod, fiasság, hogy mi a durva? Igen. Tudod, hogy mi a durva, hogy én nekem egy csomó ismerősöm látom, hogy kint vannak mondjuk, nem tudom, Kanadában, meg ahol ilyen, ahol magyar diaszpórák vannak csak, ugye az ilyen kisebb, ugye egy kisebbségben vannak a magyar közösségek, hogy ott meg annyira megy ez az, hogy büszke vagyok a magyarságomra, és ilyen matyó hímzéses cuccokat. Ja, de Kanadában. Kanadában én is csak büszke lennék rá. Ja, hát amúgy igen. Büszke vagyok, hogy magyar vagyok a kanadai 3400 dolláros minimálbéremmel. Tehát, hogy... hát, de, igen, úgy igen, nagyon könnyű. A legtöbb kanadai ismerősünk az nem tudom, hogy azért ment el innen, mert hogy nem tudom, voltak a bombázások 99-ben, és még Magyarországra se tudtak biztonságosan átmenni. Szóval, nice! Hát ők megúszták ezt a szavazást a múltkor. Hát igen. Ja. Tudom, hogy ez a patriotizmus náluk amúgy tényleg egy fontos dolog. Jó, nem mindenkinél. Nagyon... Tehát azért a milleniálok ott is úgy vannak már vele, hogy jó van, hagyjuk már. Ja, hát jó, igen. Áll az égnek. Egyébként a mi generációnk kezdett el így nem csak Amerikában, hanem mindenhol így kicsit így ellazulni. Tehát most már elég volt ebből a... Ja, nem is tudom, most is olvastam egy tweetet, hogy valaki kérte, hogy amúgy nagyon várom már, meg nagyon bírom, hogy a Z generáció, a Gen Z, így munkába álljanak, vagy hogy a munkába állnak már, mert hogy így jönnek ezek a boomerek, és akkor jönnek, hogy tudod, hogy ki vagyok én, meg mit tudom én, és akkor így visszaválasz, hogy lol, nem, miért tudnom kéne. Igen. Az borzasztó amúgy. Ja, amúgy azt nem. Én valahogy nem is tudom. Valahogy így... Ha akárki lennék, se tudnék ilyet mondani, hogy tudod, hogy ki vagyok. Ja, hát... De ez ilyen boomer dolog egyébként. Ez a tudod, ki vagyok, és hogy a presztíz, és hogy... Egyetlen emberek engedem meg. Ki jár nekem. Cave Johnson mondhatja ezt, de ő meghalt úgyis, hogy hittek mindegy. Ő volt a... De ő meghalt volt a... úgyis. Ő volt a Portál 2-ben a... Portál 2-ben játszottál? Nem, de tudom. Mármint, hogy így láttam. Ő volt a csávó, aki kitalálta ezt az egész intézményt, meg minden, és a végén hát rákos lett a rengeteg holdporttól, mert abból állították elő a paneleket, amire ment a izé. És akkor hát így vissza lehetett, így néha lejátszódott, így vissza lehetett hallgatni, hogy az utolsó ilyen bejelentéseit. Izé játssza el, aki a... Azt a színész azóta imádom, és bárhol felismerem, aki Cave Jones-ot játszotta, hogy hívják a... A színész, Devi mindjárt beírja, ő mindent beír mindig. Az Utópiában például ő játszotta az elnököt. És így feltűnt. És egyben elindult a fejembe a... Hát mert volt egy ilyen szövege, hogyha az élet ad, tudod, citromot, csinálj limonádét, az ugye az én amerikai szöveg, és akkor... Make life take the lemons back! Do you know who I am?
Így teljesen kiakadt így halála előtt. És annyira jó szövegeket tolt le, annyira illett a... J.K. Simmons, igen, ő az. J.K. Rowling. Őt tudom. Ja, ő elég sok mindenben van. De bárhol, innen, tehát bárhol meghallom, mindenhol ezugrik be ez a lemonös duma. Vagy izé, hogy... Elmondom a... Na, véget ért. Nagyon sokáig ment. Ki volt ez? Melyik volt az? The only thing they fear is you. Ez az akart lenni? Nem tudom. El is baraszt voltam, úgy köszi. És a legjobb, amikor az ilyen nyuggermelós nyomatja azt a tudod ki vagyok én szöveget, aki 70 év alatt írni sem volt képes megtanulni. Hát meg aki ráadásul senki. Ja. Mert ez akkor is gáz, hogyha egy politikus vagy ilyen ember nyomatja, akkor a leggázabb inkább. Mert neki kéne tudnia a legjobban, hogy ebből hír lesz. Ah. És pont amúgykor belalkattam egy ilyen videóba. Egy ilyen videóba, ahol egy politikust letartóztatnak, vagy nem letartóztatnak, hanem gyors hajtást sem megállítanak így Amerikában. És akkor elkezdte ezt a do you know who I am, és így hallod, a munkáját végzi, kussolj már. Igen, gyorsan mentél, vedd el a büntetést, azt hagyd menjen mindenki dolgára. Elkezdeni ott pampogni. Nem bírom az ilyeneket amúgy nagyon. Portál 2, gyerekkorom kedvenc játéka. Na azt mondom, hogy abban a Cave Johnson az, ami zseniális karakter volt. Ő most van az új kis ilyen Steam Deck-es játékban is van. Újra feltűnt Cave Johnson, ahogy egy számítógépbe berakta a tudatát. Amit aztán, ami egy hatalmas fej volt kőből. Mi? Csinált a saját fejéről egy hatalmas kőszobrot, és abban van benne a számítógép, amin megy. Nice. Zseniális, azt ajánlom mindenkinek, hogy ki lehet játszani, nem kell hozzá Steam, de kell lehet simán indítani. Annyi kontrollerre lehet csak játszani, de ugye Steam Deck-re van, de így meg lehet próbálni egy kis órás tudsz. Amit viszont nagyon-nagyon várok, most egyre jobban promózzák már, az a Stanley Parable Ultra Deluxe. Az egy hét is megjelenik. Na, annyi micsoda? Se. Micsoda? A Stanley Parable. Hát volt a régi Stanley Parable, és annak egy új verziója. Ja, a Stanley Parable az egy ilyen kis walking szimulátor-szerűség, ahol van egy narrátor. Igazából bármit mondok róla, ha nem játszottál vele, próbáld ki. Végig angolul van benne beszélve, tehát nem tudom, hogy stream materiál-e, hogyha nem akarsz fordítani. Hát, én szoktam angol játékokat játszani, általában nem zavarja az embereket, hogy angolul van. Próbálgatom én fordítani, csak az a baj, hogy az én agyam felfogja, de lefordítani nem tudom magyarra egy csomószor a szöveget. Én se, hát múltkor itt is érték, hogy ja Istenem, Alek, itt bullizottam, ja, állandóan igen, megpróbáltam lefordítani a szövegeket. Igen. Amikor oda... Sok lenne a fordításhoz. Ja, Abba csak az van. Tehát az konkrétan úgy indul a játék, hogy mondja a játék, hogy mit csináljál. Tehát van egy narrátor, aki meséli, hogy mit csinálsz. Jaj, várj, az amikor ilyen ajtókon kell bemenni. Vagy hogy ilyen, nem? Van nem, olyan, nem. Igen, egy irodában van egyébként, egy irodában játszódik, igen, egyedül vagy. És akkor mehetsz egy tök ellenkező irányba, és felháborodjál a narrátor. Azaz, na és igen, annak igen, jön igen, a, tudom, a final verziója. Tudom. Igen. Na tudom. És tele lesz új cuccal, úgyhogy nagyon várom. És ilyen, csináltak ilyen devlogokat, hogy a pálya kívül teleraktuk az egész pályát fiókokkal, hogy foglalják a helyet, és egyre nagyobb legyen a játék size. Meg ilyen hülyeségeket posztolnak ki. Zseni. Igen, akkor tudom, hogy melyik, csak nem jutott, láttam a játékot már, hogy játszottak vele,
nem is tudom, hogy ki játszott vele amúgy, valamelyik ismerősöm, valamelyik youtuber, akit néztem, vagy a fene se tudja már. De így a címét nem vágtam. Alexa van anyanyelve egyáltalán? Szerintem... Ha azt veszük anyanyelvnek, ami... Az a baj, hogy én egyszerre tanultam meg angolul és magyarul, emiatt ilyen fura akcentusom is van magyarul, amihez már mindenki hozzászokott, de képzeld el, hogy idegen emberek állandóan észreveszik. Azt hiszik, hogy nem vagyok magyar. Wow. Tehát de... meg lehet szerintem... szokni. Ja, hát nem tudom. Én de hogyha először hallanál, fel. Így mondjuk ja. élőbe, akkor lehet, hogy azt hinnéd, hogy nem vagyok magyar. Hanem megtanultam magyarul később. Én nagyon jól aklimatizálódok egyébként, én úgy tudom, mert én hazamegyek, otthon vagyok egy hétig, visszajövök, és mindenki cseszeget azzal, hogy milyen akcentussal beszélek magyarul. Mert de ott milyen akcentussal hát beszélsz? Egy kicsit ilyen szerbesebbre megy át. Hogy így egy kicsikét máshogy mondok úgy beszél mindenki? Magánhangzókat. Aha. Hogy nem ilyen nagyon szépen artikuláltan magyarul úgy kiejteni a szavakat, ahogy kell. Bár mondjuk én nagyon sok ilyen előadó művészetben voltam benne, tehát én slameltem, én musicalbe játszottam, én színészkedtem, énekeltem, van egy népdalénekes végzettségem, mi ez? Zenesuli is, szóval nem tudtam, hogy te is izé, te is a bányába vagy, nem vágtam. Ja, na, és emiatt szerintem nekem amúgy szép, ja, amúgy ott a lejára. Szóval szerintem emiatt egy egész jó kis szép kiejtésem van magyarul. Hát nem tűnt volna fel, hogy kicsikén... izé, hogy nem tudsz magyarul. Nem tudsz magyarul. Bár, mert hogy én meg szerbül meg majd tanultatóan kiskorom óta, én szerboviba jártam, meg mit tudom. Aha. Mondd már valami szerbül. Nem tudok szerbül. Jaj, nem tudom, ez olyan izé, hogy ez... mondj már valamit szerbül. Hát nem, bármit, mert ne, most el sem tudom képzelni, milyen a szerb. Hirtelen. Jaj, de az a baj, hogy ilyenkor meg félek attól, mert hogy már nagyon kijöttem az évben, nagyon keveset beszélek szerbül. És jobban megértem most már, szerintem tudom senki beszélni. Nem tud szerbül a cseten, tehát megnyugtatlak, csak fel fogod érteni, valaki amit igen, mondasz. Akkor meg tudod, mit kapok, megy a bullying majd, hogy... Ah, ki baszt mondja? Senki nem tud szerbül. Tud valaki szerbül? Komment szekció. Jaj, ki azt hiszi, hogy itt a nagy balkáni, aztán meg azt se tudja, mit azt nem meg, aztán meg hülye magyar, mert aztán a sokkal nem balkáni egyáltalán. Hogy technikailag nem az, csak mindenhogy máshogy. Na, itt van, hogy Sad Pričam Srpski, ne znam šta da kažem, i to je to. Hvala lepo, doviđenja. Ez azt jelenti, hogy... Mondtam valami szerbül, nem tudom, hogy mit mondjak. Vagy most szerbül beszélek, nem tudom, hogy mit mondjak. Ez ennyi, köszönöm szépen, viszlát. Pametuklávó. Egyébként egy az egyben úgy hangzik, mint az orosz. Hát, igen, hangozhat. Ajaj, kifáradtam, anya! Oké, akkor én most hazabicegek, mert hogy konkrétan lassul lettem. Egyél meg valamit is, akkor... Hát nincs semmi nálam, amit meg tudok enni. Nem voltam okos, és nem hoztam. Gyere fel a nulladikba, és kadok. Hol most értem a lifthez? Ja, pametu glavut szoktuk mondani, mert az azt jelenti, hogy csak okosan. Anyukám mindig ezt mondta. Mert hogy rájött, hogy nem fog tudni megakadályozni attól, hogy mondjuk igyak, vagy hülyeségeket csináljak tini koromba, vagy kamat amúgy koromba, az a legjobb parenting, mert... Úgyhogy ő mindig azt mondta, hogy csak okosan. Tehát, hogyha csinálsz bármit is, hogyha iszol is bármit is, csak okosan. Ha csinálsz bármit, azt is csak okosan. Te tudod, hogy mi az, ami... Nyilván mindenkinek egyszer meg kell szívni ezeket a dolgokat, nem saját magán. De hogy persze. Egyébként ez a jó fajta parenting, mert a másikból, tehát amikor nem szabad semmit csinálni, abból csak simán az, hogy nem fogsz tudni bízni a saját szüleidbe is, így ennyit ér el vele.
Ja. És meg nem fog semmit elmondani a gyerek. Egyébként ő még abba is benne van, érted, hogy akkor otthon próbálgassa ki mindenféle alkoholos italt, hogy tudjam, hogy milyen az íze, hogy hogy mondjuk ne rendeljek össze-vissza, és igyak meg mindenféle hülyeséget a buliban. Csak azért, hogy megkóstoljam, hogy milyen íze van. Kettő, uh-huh. hogyha tesznek valamit a piánba, akkor rögtön. Akkor felismerd, aha. Uh-huh. Hogy ennek nem ilyen íze kellene, hogy legyen. Bár mondjuk amilyen kannás borokat, meg kockás üveges vodkákat szerintem. Ja. Ja, igen, soha nem látod szőlőt. Igen. Dancit amúgy megfertőztem a szervzenékkel. A szervzenék egyébként is. Az a durva, hogy én amúgy nagyon nem... Nem azt mondom, hogy nagyon nem szeretem, mert ez nem igaz, de hogy angolban is, meg magyarban is inkább az ilyen kicsit alterebb zenékért vagyok ott, az indie meg ilyenek. Meg a hard bass! Meg a hard bass. De az jó igazi orosz. Igen. Ja nem, hanem hogy a popzenét annyira nem szeretem. Na de szerbül. Csak a legnagyobb hiteket vagyok hajlandó hallgatni. És éneklem üvöltöm teli torokból. Mert hogy otthon, amikor jártunk bulizni, akkor ezek szóltak, és azóta is ezeket hallgatom. Én nosztalgia faktor? Hát is, meg nem tudom így. De jó, azért vannak ezek az ilyen ex-jugoszláv rock, és konkrétan ennek a zsánrának ez a neve, hogy ex-ju rock. És hogy, és egyébként azok nyilván teljesen másak, mint ezek a mostani nagyon hit zenék, egyébként turbofolknak is szokták még hívni, stb. Ja, és ezeket szoktam mutatni Dancinak, és most írja, hogy meg amióta ismerem Kimet, azóta megfertőzött a szerb zenéivel. Mert amúgy van neki egy kicsit ilyen déliesebb beütései is, mármint, hogy ilyen, mint az ilyen latin zenék, vagy olyanok a ritmusai, már akár, tehát ugye ez így vegyítve van amúgy szerintem még a keleti zenékkel is, az ilyen török, én az ilyen, ilyen befolyások alatt. Hát az Eurovíziót imádom. Ott van ez... ilyen, hogy ilyen nagyon sok stílus van mindig együtt. Igen, de annyira jó. Nem tudom, hogy ti szoktátok-e nézni, mi most tavaly néztük. Én nagyon-nagyon szomorú vagyok azért, hogy... Azért, hogy kicsit akadozol egyébként? Ja, bocsánat, hogy a magyarok nem küldenek az Eurovízióra már senkit. Elfogytunk. Hát, nem, hanem, hogy ugye akik küldenek ki közmédia, ő nem hajlandó ezzel foglalkozni. Nem, mert éppen az M1-en kell agyat mosni. Hát ja, de hogy megy közben ez a dal, hogy megtalálják Magyarország legújabb slágerét, meg tudom én. Mondjuk erről én a Megasztárnál lemaradtam ezekből a... Dani vagyok, hódítani akarok. Ja, mondjuk az megint más. Én a trash tartalmakat már egy ideje nem nézem, így kicsit összekeverem. Ó, mi azért szoktuk néha egyébként az ilyen államfőénekes. Egyrészt jó, de egyedül nem nagyon merem nézni, mert az már olyan sad. Hát lehet, igen. De mondjuk én nagyon szeretem alapvetően ezeket a hülye trash műsorokat egyébként is. Tudnak jók lenni. Tehát úgy tudom mondani, hogy nem mindig akarok egy nagyon-nagyon fasza, mit tudom én, több Michelin sztár ebédet van, hogy csak meg akarsz enni egy fosztos fagyasztott pizzát, és így kb. Az a... Ó, igen, meg amikor csak egy egyszerű vizes zsemlét parizárral meg... Ja, oh God! Meg ezért paprikával, és így erre vágysz konkrétan, meg az olcsó szendvics margarinnal, és így tényleg csak erre vágysz. Igen, tehát ez az igénytelen gaming. Gaming? Na igen, az meg a másik, hogy az, amit ír, hogy édes Istenem, Uram, Teremtőm, óvj meg minket Csobod Adéltól. Na, az a baj, hogy vannak, ez a szelfszabotázsolom magam folyamatosan.
Instagramon is csinálok ilyeneket, meg egyébként is az ilyen műsoroknál, hogy egyszerűen kirektál, meg cringe-elek folyamatosan néhány emberen, influenceren is, meg mit tudom én, például ilyen Csobod Adél-szerű embereken a tévében, de tovább nézem, és felháborodok folyamatosan. Tovább nézem, nem muszáj. Igen. És ez saját magaddal szembe toxikus egyébként. Vannak és jó trash-ek, csak vannak olyan trash-ek, amik már fájnak és csak cringe, az nem jó trash, az már inkább cringe. Igen, ja. Igen, de hogy én a saját magam, tehát hogy saját magamra kellett már így rászólnom, hogy ne csináljam azt, mert volt tényleg egy-két ilyen influencer, követtem Instán, hogy egyszerűen egy idő után azt vettem észre, hogy én csak azért követem, vagy hogy azért, hogy minden sztorián, minden posztján valamiért fel vagyok háború. Azt tudod-e, hogy erre játszanak a Facebook, a Twitter, meg az összes kb. Redditen kívül az összes közösségi média, tehát direkt olyan posztokat tol eléd, amikre reagálsz, vagy amit nem szeretsz. Mert annál tovább nézel az appot. Tehát annál több a time. Ja. Meg hogy így kirédzselek rajta. Nem tudom. Tényleg volt egy ilyen... Hát most nem mondom meg, hogy kicsoda, de egy ilyen, ami... Hát nem is szegedi, de azt hiszem, hogy szegedi talán. Mindegy, egy ilyen influencer, aki ilyen lifestyle, meg főzős, meg mit tudom én. És akkor együtt működött egy ilyen másik influencerrel, aki meg ilyen diétás, étrendkiegészítős, meg mit tudom én, tudod, ilyen tanácsadó. És akkor, hogy együtt működnek, meg minden, és én most már így kajálok, meg hogy most ráálltam arra, hogy fogyok, meg mit tudom én, és behoz egy Fornettis, vagy elvállal egy Fornettis reklámot. Tehát az hol egészséges? Mármint még hogyha érted, még hogyha a Fornettinek az ilyen, tudod, nem tudom, valami sehogy olyasmi sehogy. Okos marketingjével hozná össze, hogy nem tudom, a fit teljes kiörlésű, nem tudom milyen izé, azért jó, mert hogy ebbe a diétás étrendbe is belefér, de hogy így teljesen eltért ettől az egésztől, és a diétás Fornetti, igen. És az meg a másik, hogy ez ilyen sose tartotta magát ahhoz a dolog, hogy ő most le akar fogyni, és hogy étrendet vált, hanem ezt a jó-jó effektust csinálta mindig. Vagy hát, hogy így tudod, ez azért, hogy egyszer csinálja, aztán nem. De hogy ő ezt tudod, reklámozta. Tehát, hogy azzal nincsen baj szerintem, hogyha ezt valaki csinálja, hogy most így azért. Mert én sem vagyok mindig 100%-osan motivált meg minden, csak hogy megy egy ideig ez a fú, de nagyon egészséges, fú, de nagyon izé, fú, de nagyon ilyen-olyan, és akkor aztán megcsinálja az ilyen, nem tudom, milyen mascarpone öntetes, porcukros, nem tudom, ilyen nagyon fullos, nem tudom, meggyes csigát, meg ilyeneket, és hogy illik össze, és tudod, ez folyamatosan felháborodtam ezen, és akkor aztán egyik nap így azon voltam, hogy két hülye vagy, tudod, így mi a fasz csinálod, miért csinálod ezt magad, tudod, hogy miért kell nekem ez, hogy én minden nap itt felháborodjak, amikor teljesen felesleges, és kikövettem, és azóta így wow, tudod, így meglepően hogy mivel olyan tartalmakkal veszem körbe magam például Instagramon, amik számomra fontosak, meg mit tudom én, akár jól érzem magam tőle, azóta sokkal jobb így ez a, a közérzetem is ezzel kapcsolatban. Hogy nem tudom, ilyen body positivity... Hát meg nagyon fárasztó csak a trash-re reagálni állandóan. Igen, meg ez a hogy felháborodsz meg, hogy rage-elsz valamin. Igen, egyébként ezt én is csinálom sajnos. És az a bajom vele, például, hogy... Tehát én is azt vettem észre magamon, hogy te is annál többet foglalkozol vele, és annál idegesebb leszel tőle. Igen, pontosan. Ez a trash is az olyan, hogy tehát meg kell válogatni. Tehát nyilván tévénk nincsen, nem tudsz nézni. Tehát ki nem tudom ki az, akinek van tévéje, vagy nem úgy tévéje, hanem maga tévé előfizetése, szerintem senkinek már.
Jó, nekünk de van, szüleidnek van, nem? Olcsóbb, nem, nekünk van konkrétan IPTV-nk, azért mert úgy olcsóbb volt az csomag. Nem, úgy olcsóbb volt az internetes csomag. Jó, úgy olcsóbb az internet, jó, de használjátok is? Tehát, nagyon ritkán amúgy, igen. A Peti nagyon szereti ezeket az ilyen dokumentumfilmes, meg mit tudom én, Discovery History, Viasat History, meg ezeket a ezéket, és akkor Melina... neki tök mindegy, mert megy ilyen dokumentumfilm, és ő azt élvezi. Én nekem néha amúgy tényleg jól esik, amikor úgy tudod, így nincs kedvem tényleg semmit se nézni, én akkor szoktam bekapcsolni, és bekapcsolom a TLC-t, tudod, amikor van ez a... Nem tudtam, hogy terhes vagyok. A Learning Channel, az a mondjuk jó. De, igen. Meg ezek, és tudod, ezek a... Aki a Vidám Parkkal kezd el járni, igen, zseniális, tehát hogy a... igen, ezek a My Strange Addictions, meg a, mit tudom én, Say Yes to the Dress, meg mit tudom én, és tudod ez, amikor csávónak tényleg... az volt a baj, hogy szexelt az autójával. A Learning Channel, érted? Learning Channel. Na hát ja, igen. De hogy amikor tényleg annyira, hogy már azon se, tehát gondolkodni se akarok azon, hogy mit nézek, csak menjen valami a háttérbe, hogy egy kicsikét kikapcsoljon az agyam, akkor be szoktam kapcsolni. Meg, értem én, este elalváshoz. Úgyhogy mi amúgy kihasználjuk nagyjából ezeket, de nem csak szoktuk azt például mondani... RTL klubot nézni, meg ilyenek. Szóval, hogy nem, azt akartam igen. ebből kihozni egyébként, mert én azt mondom, hogy tehát azt a trash-t, amit például én fogyasztok, az van vagy a YouTube-on, vagy a Netflixen, tehát mint például az a Is It Cake. Ez borzasztó sorozatot kézzel el, az Is It Cake. Egy szörnyű sorozatot kézzel el, és bazzeg, annyira entertaining, hogy nem tudom nem nézni. Tehát, és akkora hülyeség az egész, semmi értelme, és konkrétan nagyon nézem. Hát ja, de én például nagyon szeretem ezeket a főzős műsorokat, bár most én már is, a konyha tehát a Kitchen Nightmares-t én is. De az igen, is legalább YouTube-on a... elérhető. Tehát... De én most azért néztem a konyha főnöknek ez a magyar Masterchef, vagy nem tudom, igen, azt hiszem, hogy a magyar Masterchef. A magyarul Masterchef, a magyar verzió. Igen, igen, az a neve, hogy a konyha fő. És, jaj, azt írta valaki, hogy ő az a rage, hogy a konyha főnökkel nem tudnak megsütni tojást. Igen, igen, de hogy most már ott is rámentek erre, hogy ez egy trash ilyen reality tartalom legyen. És engem ez egy kicsit azért csesz fel egyébként, mert én például pont azért szerettem a Masterchef-et nézni, meg amikor még az elején mentek ezek, meg mit tudom én, akár amikor sztárok vannak, és akkor ők egy kicsikét nem tudom... Már amikor már így kimennek, meg én akkor szeretem nézni ezeket, amikor már kimennek az ilyen idióták az elejéről, akik csak azért vannak ott, hogy vonzzák az embereket, mert csinálják a műsort. Amikor igen. már tényleg így, nem tudom, valami extrába alkotnak, meg odafigyelnek, meg ilyen profi üzéket csinálnak, és én nagyon szeretem ezeket is műsorokat, quality. Tehát, hogy... Én hát, ami YouTube-on nem teljesen is olyanokat nézek. Igen, én YouTube-on is azért nézek főzős műsorokat, meg főzős videókat, hogy én abból tanuljak, meg új dolgot lássak. Mit akarok mondani? Ugye van ez a Kitchen Nightmares, ami, igen. hát nyilván van 6 évad, és mind a 6 évad mindegyik rész ugyanarról szól. tehát az de is más, egy kicsit hogy, máshogy szar, igen. Máshogy szar, viszont annak van az eredeti UK verziója, igen, tudom. Amit VPN-en lehet nézni. Na az viszont, szegedi lettem. Az viszont teljesen, tehát azon látszik, hogy real. Tehát megnézed az amerikai Kitchen Nightmares-t, és mindegyik arról van szó, hogy bemegy, a kaja szar, és mindenki azt mondja rá, hogy a kaja nagyon jó, így a főnökök. És közben kiderül, hogy a kaja tök szar. Megnézed az UK-ból egy részt, és az volt a baja az étteremnek, hogy túl jó volt a kaja. Konkrétan az volt a baj az étteremnek, hogy túl jó volt a kaja, emiatt túl drága volt a költsége a kajának, és nem tudtak, tehát a local emberek, akik ott voltak a faluban meg minden, ők nem nagyon mentek el, mert túl drága volt nekik. De hogy konkrétan annyira király cuccokat csináltak, mint egy ilyen háromcsillagos Michelin-sztáros étterem. És így annyira yeah, nagy yeah. flash volt, hogy az amerikaiban azt nézzük, hogy mindenki mindig milyen szar, az UK-ban meg azt nézzük, hogy hát ez túl jó. És azért szar. Igen.
Akkora nagy flash volt a kettő között. Na azon viszont látszik, hogy az viszont real. Az UK verzió. Tehát ott ja, nem volt ez a reality azért element benne, ez a rengeteg zenével, meg a rengeteg hülye edittel, hogy amikor mondják, hogy izé, azt imádom, bemegy Gordon Ramsay-e izé van a hűtőbe, és akkor az összes paradicsom megrohadt, és akkor előveszi a hűtőből a paradicsomos ládát, és tényleg szét van rohadva az összes paradicsom, majd hirtelen van egy vágás, hogy egy ebédlőben, egy faszi éppen tolja befele a paradicsomot a szájába. Igen, tehát igen, igen, úgy igen, imádom igen, azt vágom az editet. Tehát, hogy zseniális. És ezt többször el tudják játszani. Annyira tip. Igen, és mindig működik. Mindig működik, hát meg ez, hogy izé, hogy Frozen, és akkor nem, totál friss, és akkor ott van, hogy csomagolja ki a hűtőből éppen a izét, a Frozen szart, tehát hogy így, hát igen. Tehát az ilyen nagyon reality tévés, de hogyha valakit érdekel konkrétan egy olyan például epizód, ami fenn van a YouTube-on, UK-s VPN-nel meg lehet nézni, az azt hiszem csak azzal engedi az UK-s részeket, a Runaway Girl az a neve. Az volt szerintem az egyik legjobb epizód, az az étterem mai napig működik egyébként. De és ez nem az amerikai, hanem az UK-ból van. De azon konkrétan látszik, hogy real. Mm-hmm. Tehát, hogy ez más érából van egyébként. Tehát ez még ilyen 2005-ös. Voltak még ezek a nem Kitchen Nightmares, hanem fontos valami Hotel Nightmares, vagy nem tudom, valami ilyesmi, hogy az meg Hotel Hell. Hotel Hell, azaz. Én azokat is szerettem. Az is jó volt, mondjuk abból volt 3 évvel, aztán mondták Gordonik, hogy jó, ebből elég volt. Jó, de abban is voltak olyanok, amik tényleg nekem tetszettek. CSI-t. És szerintem egészen okés volt. Én amit még nagyon szeretek egyébként, ez a Great British Bake Off. Az nekem az annyira... Ja, nagyon... ahol ilyen durva tortákat csinálnak? Hanem ott az is ilyen, mint a MasterChef, csak ott sütnek ilyen süteményeket, az is, aha, csak ott sütik, mert hogy bake off, és akkor, uh-huh, hogy ott a sütésre megy rá, és én nekem az annyira, tehát én annyira jókat tudok rajta röhögni, meg ott a műsorvezetők is, meg a judge-ok is egyébként, nem tudom már hány évada van neki, biztos, mint 10 valamennyi, hanem 20. És hogy azok nagyon viccesek egyébként, én azt nagyon szeretem. Meg nem is az, hogy van, amikor vicces, de egyébként meg nagyon... tehát ugye az meg egyébként szerintem minőségi. Bár annak is tudom, hogy vannak ilyen trash epizódjai, de... Na, néha kell olyan is. Igen, azt mondom, hogy... De nem probléma. Van, akit nézi, mondja, hogy a Police Interceptors nézi, az a UK Police-os ilyen dokumentumfilm, ahol így tudom mennek az rendőrséggel. Én ilyeneket nem vágok. Köszönöm szépen a követét. Azt hiszi, YouTube-on már találkoztam vele vagy kétszer. Tehát, hogy mit tudom, jön egy bejelentés, és akkor valaki kamerával megy a izéből, és akkor rendesen felveszik, hogy mi történik, valaki gyorsan hajtott, stb. Wow. És akkor van ilyen, hogy van pont letartóztatás, és akkor pont fel tudják venni. Wow, engem ezek annyira nem vonzana. Valószínűleg azért nem is vágom ezeket. Betírja, hogy ő a Hell's Kitchen szereti nagyon. Én nem szeretem amúgy. Azt én sem szeretem. Annyira az kicsit ilyen... intenzív. És hát meg kicsit meg, ott a Gordon tökre nem olyan. Igen, és az azért, hogy ott az indokolatlanul sok kiabálás, ami ott megy, meg nem. Szerintem felesleges, na. Hogy mondják? Igen, értem. De hogy semmilyen nyelven nem jut eszembe. Felesleges tensionok vannak, na, ott benne, hogy ezek a kiabálások. Hát csinálják a drámát ezzel, és tök fék, és Gordon egyfolytában ordít, pedig amúgy, hogyha megnézed, meg úgy nézel vele bármit, akkor látszik, hogy amúgy totál nem ilyen. Nem ilyen. Ja. Én szegedi vagyok, mondom, elkezdtem szegedesedni. Totál nem ilyen. Na ennyi. Velem kell streamálni. Lassan szerbül kezdek beszélni. Nehogy.
De azért befostál volna, visszaszóltam volna szerbül, mikor mondtad a... Hát egy kicsit meglepődtem volna. És szerbül folytatjuk a streamet ezek után. Átmegyünk a tróvóra. Mint a, nem is tudom, már kivonta, hogy ízi, ott el, oda ment fikázni, azt hiszem Törökországba, vagy nem tudom. És akkor ott mondta, hogy mit tudom én, jaj, ez meg az. És akkor, mit tudom én, mondtad valakire, hogy mit tudom én, jaj, de... Aranyos kiskutya, miket tud? Így mondta a csávónak. Tehát, hogy nem aha. kutya volt, hanem csáva. Így tudod, ilyen így faszkodni akart, gondolom, csak így úgy sejti senki. És akkor visszaszólt, hogy hát tud például magyarul. Oh, oh, no. Oh, God. Get out quick. Igen, én a... Mert nem tudom, mi volt. Mi ezt játszottuk a szabadkai piacon, hogy ugye magyarul beszéltünk, és kérdeztük meg, hogy mennyibe kerül, mit olyan valami, a fék Adidas tipő. Adike, ugye az a... Az a meg Adidas 4D-vel, igen. Igen, igen. És, mert a 3D-s már foglalt volt. És akkor megkérdeztük, hogy veszek egy valami faszább Swordot magamnak, ez a Rusty Sword helyett, mert ez egy kicsit szar. Csak azért, csak szólok. És, ja igen, és akkor mondott egy árat, és akkor megkérdeztem szerből, hogy és így mennyibe kerül, és hirtelen olcsóbb lett. Ó, shit, nem ültettünk tomátót, mi? Nem. Mennyi nap alatt nő ki a tomátó? Mindjárt nézem. Á, de már mikorzára már volt? Már Pierre sincs. Hát, azt hiszem 4. Nem vagy hiszem, hogy 4, 5, nem. Még gyors. Gyerünk, real speed. Speed run. Ojaj. John Wick OST. Na. Aj, rohadj meg, Pierre. Ti hordtok cipőt? Nem. Ja, Venzén... Jó, Venzén csukva van, jó, de mikor van nyitva? Mi? Hát szerbet kivéve minden nap. Jaj. Lejöttem a bányába, és kéne szereznem világítós gyűrűt amúgy. Azt, mert... azt a jeges rétegnél fogsz találni. Nem, fejebb is lehet amúgy, hogyha ügyes. Hogyha lucky napod van egyébként, meg kifogni is lehet. Csak azért, mert ugye itt van ezek a most sötét részre ért. Jokes on you, rajtam van. Na hát, mi nem vagyunk olyan jók, te, Beth. Csak mondom. Én nagyon szeretek mezítláb lenni. Ez egy ilyen nagyon rossz betegségem. Egy pillanat is jövök. Jó? Oké. Okay. Ne izgulj. Ne izgulj. Ne félj. Oké. Okay. Semmi gond. Ja nem, amúgy én közben itt megölöm. Már a level 3-as swordommal. Megy Alexis cipőt venni. Tőlem aztán... Hoppá, itt valaki. De csak kettőt sebez belém, az nem is olyan sok. Léci, úgy izé... Jó lenne lejutni minél előbb ebből a... sötétségből egyébként, mert én nem szeretem, hogy nem látok semmit. Meg folyamatosan unlucky-k vagyunk, nem tudom, hogy észrevettétek-e. Ki lehet választani, hogy közös vagy külön kasszán legyetek? Elment a Lex, úgyhogy jövünk megint ide. Mármint, hogy megszakadt, vagy most csak azt mondta, hogy elmegy valamit. Remélem, hogy nem.
Szóval ki lehet választani, hogy közös vagy külön legyen a gold. Ja, nem szakadt meg, jól van, már megjelent. Gyertek ide, gyertek ide. Jönnek ide vígéckedni csak, jó, jó. Adom. Gyertek, gyertek csak, na gyere. Nézzétek, hogy fájtolok itt ezekkel a hőemberekkel. Jézus Mária, hát hogyha látnék is valami. De amúgy ez a durva, hogy ezen a monitoron sokkal sötétebb van, mint a Z. Most nézem. Amin van az OBS-em. Szörnyű egyébként. De nem tudok felkét craftolni. Nincs hozzá voodom. Jöttem. Üdvözöllék. Én bent fekszem ágyikomba. Köszönöm szépen. Én fájtolok még. Szundítok. És most jön egy csomó denevér. Szóval én most innen elmegyek. Én úgy gondoltam. Elmegyek. Vissza elmegyek. Nem jövök! Amint átjöttem Kimhez, megjelent Alex. Az a tax. Az a tax, hogy át kell jönnötök, és akkor Alex visszajön. Köszönöm szépen, Nonegy, amúgy. Somebody come get her. Oksi! Picit meglepődtem. De vágod azt a izén? Igen. Csak furán eltorzult a hangod, a... így aztán... I'm gonna come get her. Furán ért. Irány a psychologist. Na. Még mindig csak vascsákány volt, Alex folyton elköti az összes pénzt magokra. Ja, de hát majd most jön be. A money. De ott van nálad a izé, meg 2000-be kerül megcsináltatni, ott van nálad a... Csak nem égetted ki, most égettem ki a bárakat. De aha. Hát volt egy csomó már kiégetve, nem? Vagy hát de azért mondom, hogy akkor, de akkor csináld meg. Akkor beadom inkább az öntözőkannát, az még most fontos lesz, mert állandóan abba fáradok ki. Ó, pénz! Amúgy tényleg van egy csomó. Azt mondom, van egy csomó bár, csomó pénz. Bling, bling, tessa! Bling, bling, mi van? Vedd a kokaint. Én nagyon ki vagyok égve. Nem amúgy, de mostanában azt vettem észre, hogy... Szia, Flora, örülök, hogy visszatértek. Hogy nagyon kifáradok a stream elésben. Ja, szóljál, hogyha nem. Ja, nem bírod. Ja, nem, hát mondjuk én ilyen 4 órákat szoktam legalább. 3. Mióta streamel? Nem tudom, megint megszakadtam. Egy ilyen másfél órája amúgy. De hát szoktam mondani, hogy én ilyen így pénteken általában 2-től 6-ig tolni, az amúgy bőven elég, addigra már... Uh-huh. Csak mondom, szólja, hogyha mondjuk, mit tudom én... Kifaradunk a beszélgetésbe. Mint tudom én, 2 óránál azt mondod, hogy jó, fuck it, tehát nem kell nekünk 3 óráig tolni, hanem... A 3 óra az amúgy teljesen jó, csak tudom én 4 óra, vagy hogyha megszalad egy kicsit több, akkor már így érzem, hogy így... Meg hozzászokott a kis szervezetem ahhoz, hogy én délután pihenek egyet. Egyébként igen, az úgy nehéz. Jó ebéd mellé szól a Kim. Helyes. A pihenés. Jaj, köszönöm, Devi. Anya, hozz az ágytálat! Meglett a sztársruitunk. Meghagyjam, mire lesz kegünk? Vagy eladjam a picsába? Micsoda? Bocsánat, itt közben megy a Titanic City Fruit, igen? Ja, tehát megvan a... Meg a sztársruit meglett. Megvárjuk igen. A keget, vagy eladjam a picsába? Igen, megvárjuk a keget. Legalább egy bort csináljunk belőle. Near, far, wherever you are.
Ezt sírtam éppen, ha... ha esetleg ja, másik hangzódott volna. Amúgy nagyon jó volt, mert így közben így izé... bemondtad, hogy az az ágytálat, az olyan szép volt, nagyon romantikus volt. Faisberry penny, pont van nálam egy, nem? Ez nem az. Aj, Istenem. Az a vicces, hogy amúgy tök régóta, meg tök sokat játszottam már ezzel a játékkal, és egy csomó dolgot így nem tudok még mindig fejből, és így... Az emberek olyan furán néznek rám, hogy de hát már nem tudom mióta játszom, mondom, honnan tudjam, és ettől függetlenül mindig be akarok menni szerdánként Pierre-hez, amikor én tudom, is hogy szerdánként hát, nem dolgozik. De hát nem tudod, hogy szerda van, onnan kezdődik. Igen. Nem nézek oda. Mondjuk konkrétan péntek van, de... Úristen, ilyenkor meg kell nézni, hogy mit árul a... Igen, a... A banya. Malacos néni, mi úgy szoktuk hívni. Hegyekben keves, vagy a farmatok felett szokott lenni. Jézusom, ti ezt is tudjátok, hogy kb. Merchant, dehogy malacos néni. Mi úgy hívjuk. Vagy disznós néni. Úgy mindenki tudja. Az a kedvencem, amikor véletlenül az egyikünk magyarul játsza, vagy hát mit tudom én, véletlenül nem véletlenül, és akkor így... Bántor cigány azt, hogy pontosan amúgy tényleg az. És akkor így, jaj, kéne nekem egy nem tudom milyen nagyszájú sű... Az melyik? Nekem azt írják itt, hogy Sturgeon kell, én úgy tudom, hogy melyik. És most mit áll a malacos néni? VG a Paradise, nem tudom mi ez, az egy... festmény, de Szícucumber, az nem tudom, hogy kell. Az kell a izébe, igen. Summer Seeds, Yam, Cape Carrot. Tudod, hova tényleg kell. Tényleg kell Sea Cucumber? Hát várj, mindjárt megnézem, de én úgy tudom, hogy kell. Azt mondja, Fish Bundle-be lesz. Fish Tank, itt nem, itt nem, nem. Itt nem, itt nem, itt nem. Nem érdekel. Hazamegyek. Mindegy. Hát akkor nem kell. Az a VG a Paradise úgy hangzik, mintha NFT lenne, amúgy igen. Pont úgy is nézett ki. Mennyibe kerül, megveszem. Hogy legyen NFT-m. 500-ba kerül. Ez, 500-ba kerül, ki tud rakni a házadba. Én kirakom. Vettem egy NFT-t, eladom drágább. A Graveyard Keeper-t is írják egyébként, de abban nincsen kóp. Igen, én azt amúgy megpróbáltam, de az is egy ilyen, az egy kicsikét komplikáltabb, mint a Stardew Valley. Hát igen, meg... Én azt elkezdtem játszani. Jóval tarkosabb. És nem nagyon tudtam vele egyről a kettőre jutni, de valószínűleg azért, mert nem nagyon tettem bele elég effortot, csak tudod, így casual bepróbálgattam. Uh-huh. De én kijátszottam egyébként, még DLC-je is van, aha. Ja, nyilván nem streamben, hanem így egyedül, még régebben. De jó játék volt, viszont nagyon monoton, tehát nagyon grindos. Tehát ez sokkal jobban grindos, mint a Stardew Valley. Ja, kevesebb a content, és nehezebb kiolokolni a contentet, ami kevesebb. Ja, de azt mondják, hogy... Igen, nem is tudom, ide írt a Havmunch, hogy az nem igazán Stardew. Hát nem. Ez igaz. Tehát amikor csinálod a temetőt, akkor például megcsinálni azt a rengeteg sírt, az valami borzasztóan nagy meló. Igen, meg nagyon sok össze-vissza alapanyag kell hozzá, hogy én emlékszem. Very, very big alapanyag! Okay. Befejeztem a 90-es éveken. És... ide nem lehet kirakni. De nem sokkal egyszerűbb. Nekem ez tűnt bonyolultnak egyébként. Mondom, ez is bonyi, de ez nem grindos. Nyilván grindos, de nem úgy grind, tehát rengeteg content van, és nem muszáj mindent megcsinálni. A Graveyard Keeper-ben pedig úgy van megcsinálva, hogy ott kötelező dolgokat megcsinálni. A progression, ez itt nem. Igen, de hogy ott az a story
része is. Igen, ott ráadásul a story része is van. Itt konkrétan az a story része, hogy fuck you guys, én leléptem, azt csinálok, amit akarok. Tehát itt ez a story. Veszel egy farmot, mert fuck modern life. Nagyon vicces user nevű emberek jön. Kész a maci feje? Úristen, hát nagyon jó vagy. Kész be. A maci feje? Lefejezem. Szétszedem. Fáradt vagyok egyébként. Nem tudom. Igen? Tényleg? Hát itt nincs most. Meg kéne tisztítani ezeket a részeket is. Mi címlaci feje? Szétkapom. Kéne 300 darab. Nem. Ilyen... Mi? Fa. Kis hírat meg tudjuk csinálni, mert jó kis bevétel amúgy. Mármint a... A lent tudod a tengeres kis... Aha, hát itt van 19 fa. De hát akkor vágok fel itt a... 300 kell, úgyhogy az még az arrébb van akkor. Ó, hát amúgy... Elég gyorsan össze tud jönni. Pierre már megint nem, de ő nem akarja. Pierre egy seg. Pierre amúgy nagyon... Fuck nagy. Pierre. All my homies hate fucking Pierre. Nem tudom, a Jója nyitva van? Ja, nem irány a Jója. Fuck your shit, dude. Capitalism. Na, úgy. Én amúgy akarok csinálni majd egy olyan... Support small business, ma is! Na jó, igen. Egy olyan mentést, ahol a George-et viszem végig. Aha, érdekel, hogy milyen. Én megcsináltam a George-ásat, és a George-ás elég George-ol volt. Na jó, tehát én megcsináltam a George-ásat, és kicsit ilyen antiklimatikus, bár gondolom direkt. Ja, hát persze. Hát de tudod, hogy mi a ott mi történik, nem? Vagy de mondjam el? Hát, hogy ott a community center az átalakul ilyen raktárra. Igen, Pierre tönkre megy. Nem tudom amúgy. Bezárja a fosztos boltját, amit amúgy se tudod négy után nyitva tartani a hülyéje. És a... Bányuk, nem hiszem. Nem igen. Tudom, mi történik. Mi történik még? Mert nem emlékszem. Amúgy én sem tudom pontosan. Azt tudom, hogy utána lehet venni auto pattert, amivel automatikusan simogathatod. Tehát, hogy nem kell megsimogatnod neked minden nap a állataidat. Hanem... Igen, meg van auto collector, meg ha jól tudom, abban az új verzióban már van olyan, hogy Georgia hatalmas mennyiségű, hatalmas értékű gyümölcs, és egy J betű a gyümölcs. Mi? Én ezt nem vágom. Tehát előtetett, és ilyen hatalmas J betűk lesznek belőle. Az a gyümölcs, és azokat harveszteled, és az is valami nagyon sokat ér. Bár az lehet, hogy az extensionben van csak, tudod, a Stardew Valley extendedbe. Ja, lehet, hogy abban van. 187 fánk van. Viszont én nagyon kifáradtam, úgyhogy én nem megyek. Ja, én is, úgyhogy menjünk aludni. Bár 6 óra van, csukódik a szemem. Nagyon vicces most, amikor a felújítás miatt ott voltunk a... Ez mi volt? Nem tudom. Ez valami a event kuhogás. Volt. Aha. Alapból nem szokott ilyen lenni. Devi, gyorsan! Backseat boys! Assemble! Mi a huhogás? Mit jelent? Mi a huhogás? Mert lehet, hogy ilyen timed event. Quickly! Tell the director! It has been a huhoging! Bagoly. Mi volt a huhogás? Bagoly. Köszönjük szépen. Kőbagoly spannolt valahova, azt írja Bimbo. Milyen bagoly? Kőbagoly. Az jó! Keressük meg, jó, itt van. Azt nem tudom mi. Megtaláltam. Az egy szobor. Ne, olyan és nem az. És az nekünk az jó? Nem, az. Nem tudom, hogy ez mire jó. Szia, Gabzi! Nem, mégsem az volt. False information! False information! Nem, azt sose játszottam a játékkal. Jó, de gondoltam, hogy beírod így Google-be.
Úgyis az első találat kiadja, hogy mi az. Minden király. Köszönjük szépen. A... Nem tudok öntözni, úgyhogy ma te öntözöl. Aha. Jaj, a Stone All. Tehát van egy... egy... Valahol a farmon egy szobor. Info. Igen, ezt a szót kerestem. Köszönöm szépen. Köszi, Devi! Gyorsan meg kell keresni. Bravo 6 going dark! Mindjárt nézem ám. Közben vágok fát, mert az úgy is kell. Valami. Itt van! Megvan! Megtaláltam. Nice. Hol? Nálad? Itt van a... Nem, itt a fenti középen, ahol tudod, kijövünk a... What you do? Csak what you do? Ezt ki kell vágni, nem? Ki kell üt... Hát ez igazából ez csak ennyit tud, hogy így szép. Igen, de ez cuki. Ezt csak gondolom így lehet megszerezni. Ide rakjuk, nézzük, hogy nagyon... Igen. Appreciate-eljük, hogy mennyire cool. Angry! Nem ölt meg a család a pricingért? Nem piercinget akartál írni? Hé? Laura. Pricing? De, jó, oké, oké. Az jó. Az király, hol lett piercing? Köszi szépen, Devi. Devi elmondta nekünk, hogy a részfaszobagol jól megbasz minket, hogyha... Bár nem tudom, hogy ez bekövetkezik-e. Piercing. A spangol kell valahova? Nem kell, ugye? Pricinget írtál, az a pricing, tehát beárasztam magam, és a családom nem akadt ki ettől. Nice! A füledbe? Miért gyűjtöd a Sweet Peak-et? Én mindent gyűjtök, én mindent lootolok. Milyen de például price? A... Van izé, rózsaszín red muletted, nem kéne nem kell adni? Ja, de, amit nem kell beadni a izébe, azt nyugodtan el lehet adni. Hát szerintem a chestedben már semmit nem kell beadni, mert mindent beadtam. Ja. Én azt mondom, mostantól mindenki 500 forintot fizet, ha hozzám szól. Nice. Pierce is not price, azért mondtam. Pierce Brosnan. Megint nem égetted ki. Nem értem, Flóra. Hoppá. Sajnálom. De én most kiégetem helyette. Megy a shaming. Ja, múltkor victim shame-elve lettem a saját streamemen, úgy képzeld el. Na, inkább viszek egy izén. Igen, a price az angolul ár, igen. De a pricing az meg... Captain Pricing in the air, jó, oké, befejeztem. A pricing az árazás, nem? Nálad beraktam a chestedbe egy arancsillagos kukoricát, abba kéne nekünk öt. És akkor jó, meg lesz én, a... Én viszek egy melont a Demetrius, mert az egy quest. Dimitri! Let's go bowling! Ez egy Idri... Nem értem! Értem. Nem értem. Semmi baj, van ilyen, amikor nem értem. Olyankor elfogjuk arra, hogy szőke vagyok. Vagyis hát voltam, vagyis hát nem. Nem kényelmes ez a színes haj. Nem tudom már, szőke vagyok. Akkor ne hord. Ja, nem az. Vedd le, oké, mindjárt. Mindjárt kicserélem. Olyankor tartani fogok magamnak itt egy parókát, és amikor valami hülyeséget vagy butaságot mondok, akkor azért felhúzom, és azt mondom, hogy azért, mert szőke vagyok. De mondhatod, ez egy identitás. Ja, jó, oké. Okay. Nice. Megnyugodtam.
Mi nem vagy abban az egész városban, mi vagyunk egy illakik, dolgozunk. Mindenki csak sétál jobbra-balra. Igen. Én a pejhet szeretem. Milyen pejhet? Akkor nem. Most már... Te is azt mondod? Unlike the fucking tej. Én nem tudom. Ó, a Pennynek kell vinnom egy spice berryt. Vinnom. Én is a boltos is melózik. A boltos az akkor persze, akármikor oda mentem, sose volt ott. Van. Amikor igen. Kedve van éppen. Mint Mutter Marnie, az a kedvencem. A kedvencem. Beszeg, Marnie, beszeg. Mindenki bántja a Georgia Colát, meg a Georgia Martot. Beszeg, a... ha ide én most bemegyek. Hoppári! Hoppári, egyből tudok vásárolni. Hol a Penny? Meg a gyerekek. Adnom kell neki egy spice. Marni sose dolgozik, ugye? Mindig akkor dolgozik, amikor tök felesleges. Lol, akkor csak ne fest be, Danci, lol. Oké, okay. Unmod. Ott a szerelmem. Ja, Istenem. Igen. Éli. Support small business. Marni az end boss. Én a pejhet szeretem. Ez kartunom mi, volt. A mi a szarról beszélgettünk egyébként? Teljesen nem vagyok tudom. Milyen nem pej, tudom. Milyen karni? Nem tudom, ezt valaki... Ja nem, a izébe volt. Ez a Foster's Home for Imaginary Friends-be volt, hogy a... Azt hiszem már fogsz mondani. Én a sajtot szeretem. De az a Foster's elég magyar lett. Foster's. Foster-ék háza. Kaptunk egy festményt. Nice. Oh! Foster. Foster's home. Kire lesz egy picske? Sajt a Foster-ék ház. Jaja. Még egy NFT. Mi gyűjtjük az NFT-ket, Alex. Itt a pejhet. Szeretem a pejhet. Én meg a krumplit. Fúj, de én a pejhet. Értem, de én meg a krumplit. Én a pejhet szeretem. Penny talán a karton vagy, hogy Marni házában. Marni már megint összebízta van. De én meg a krumplit. Én a pejhet szeretem. Én a krumplit szeretem. Én a pejhet szeretem. Szörnyű. Remek. Most megnéztük, hogy a pejhet szereti a Osterház. A Fasterház. Nem a házba a indul a Fasterház. De látod, csak mi dolgok, csak mi szaladgálunk, meg vagyunk úton. Mindenki igen, mindenki csak... Jó, meg a Willi itten horgászik, jó? Tudom, hogy mire gondoltál, Homs, de... Nem, nekem van egyébként bajom a magyar szinkronnal. Tehát nekem nagyon idétlen szokott lenni a rajzfilmeknél a magyar szinkron. Tehát ez a pejhet szeretem, és a szinkron hang is olyan cringy, fenyérbe mászós. Én egyért harcolok mindig a... Oh my a South Park is jó, de... Alex filmesztel... Ja, nem te, Alex. A játékban. Alex filmesztelenül edz a szobájában. Hello! Nem vagyunk elég jobban, hogy nézhessem test közelből, de én nem fentről tettem. Nagyon szexi. Jaj. De egyáltalán nem creepy, hogy ott vagy a kulcsukon és nézed. Igen, lebuktunk rá, kattintottam és így átott és kijött. És így, oh no. Oh fuck. Alex a Golden Retriever Jog Boyfriend. Lehet. Amúgy igen. Ja, Istenem. Imádom ezt a játékon. Mi vagytok ebben a játékban a csádék? Azért dolgoztok együtt. Grind! Sigma mindset! Penny, hol ki? Vagy? Hol vagy, Penny? Az Isten ágyom. Sose vagy ott, ahol lenned kéne. Adok neked egy ázott papírt. Alex, honnan rendelsz nőket? www. Mi? Nem tudom. Ott van! Ne fuss el!
Penny, ezt oda kell adnom. Requestelted. Köszönöm. És most adok neked egy ázott zét. I absolutely hate this, tudom. How to win friends. Odaadtam egy ajándékot, igen. Őszintén, milyen bunkók már a faluban az emberek? Tehát jó, ezt odaadok valami szerintem tök jót, itt egy friss gyümölcs, most termesztettem. Oh my god, I hate this. És így, hát akkor ja nem, én egy ázott újságot adtam neki. Ja jó, mondjuk oké. Okay. Megértem. Rendben. Ott az I hate this-t, azt megértem. De például van olyan, hogyha valaki nem szereti a gyümölcsöt, vagy nincsen, nem a favorite vagy like között van, akkor is azt mondja, utálja. És így menj ma anyádba, ilyet nem mondunk ajándékra. Örülj, hogy adtam valamit. De akkor nem. Akkor nem kell, kösz. Befeküdtem az ágyikomba. Én meg elviszem ezt az egy vas iron bart, mert hogy ez még kell a... Ja, már nem tudjuk meg, hogy ki melyik szinkront védi. Tényleg, nem tudtuk meg. Ja. A Disney és régebbi Disney-s szinkronokat, magyar szinkronokat. Azok szerintem nagyon... Én... Az oroszlán király, a... De lehet, hogy csak azért, mert jók. Úgy láttam. Igazad az van. Oroszlán király, Nem, az konkrétan a minőségi volt. Meg ezek. Meg én az összeveszett birodalmat. Én nagyon szeretem az Atlantis összeveszett birodalmat. Ezek mindegyik ilyen under... rated Disney mesék, de szerintem ezek nagyon jók voltak. Aladdin is, a nem tudom, Kincses bolygó, vagy mi volt a neve? Azt hiszem, hogy az is. Bundle complete, furnished, nice. Kincses bolygóra emlékszem. És feloldottuk a fizetős bundle. De jó. Ahol fizetni kell, ugye a azért, 2000-eset dobd is be. Micsoda? Mondom, a 2000-eset dobd is be, vagy nem tudom még az első. Jó, oké. Okay. 2500-as. Jó cuccokat, nem jelölj. Ja, szóval, hogy én ott még a zenét is szerintem teljes. Én nagyon szeretem a Tarzannak a zenéjét. A Tarzannak meg az Oroszlán királynak egyébként nagy. Az Oroszlán király 2-nek. Én az Oroszlán király 2-t sokkal jobban szeretem. Ilyen, szerintem sokkal jobb. Azt akartam mondani, hogy a régi Disney-sben oké, ott rendben, de ezek az új, hát nem is új, hanem ami a legfőképpen ugye a Cartoon Network-ön volt magyarítás, az nagyon rossz volt szerintem. Tehát ezek a nagyon-nagyon egyértelműen nem tudnak szinkronszínészkedni, de ott vannak nyilván, mert ugye tehát az volt hát ott, aki ott volt, nem hibáztatok van, senkit, igen. Meg hibáztatok senkit. Meg nagyon kevés pénzt kapnak. Igen, tehát nem igazszok senkit, de azt azért el kell mondanom, hogy a South Parknál kifejezetten jól működik a magyar szinkron. Sehol igen, máshol, amilyen modern média, sehol máshol nem veszem azt észre, hogy ő konkrétan beleillik a magyar szinkron az egészbe. Az ott valahogy el lett találva, mondjuk valószínűleg azért, mert ott nem próbáltak ilyen szűkíteni így hangot, meg ilyesmi. Hát meg azért is jó, én azért is szeretem amúgy az eredeti szinkronokat, mert valahogy az úgy lett kitalálva általában. Aha. Hát úgy, nyilván úgy a jó, igen. Úgy lett kitalálva. Csak mindenki ugye nem tud angolul. Hát de én sem tudok japánul, és mégis nézek animéket felirattal. Hát, és én azt úgy szeretem. De dubbal is nézel, vagy csak felirattal? Csak felirattal. Team sub, vagy team dub? Na majd kiderül most! Én nem szeretem amúgy a dubokat, szerintem nem jók. Nem mint, szoktak hogy jók én lenni, én, hogyha animét nézek, akkor én azt várom, hogy japánul beszéljenek, és mondom, az a british újfajta anime, az a... ahol a csávó a csontvász feje van, és ő az egyik főszereplő. Amit meséltem, és ott is ugye Englandbe játszódik, így falu szélén az UK-ban, és a szinkronnal mindenki amerikai akcentusú, úgyhogy tehát Angliában játszódik, tehát ja, aha.
annyira irritáló, hogy mindenki ekte amerikai hangja van, ilyen direkt anime szinkron színész, és közben az egész látványvilág minden Anglia. Tehát, hogy fucking hell! Igen. Én a... Aj, Idri, hogy hívják, mit néztünk? Amit nagyon szeretek, a... Amúgy egyébként elkezdtem nézni az ajánlásodra, nagyon menő. Devi, na ugye, mondtam, hogy menci. Melyiket? Mit? Ez az Asian Magus Bride, amiről most beszéltem, hogy szinkronosan nagyon szar, de amúgy egy tök jó anime szerintem. Nagyon király látványvilága van, meg kicsit ilyen darkos. Viszont ez második évad a most a Made in Abyss-nak. És nem ajánlom senkinek. Én nagyon vagyok maradva animából egyébként. Mert a Made in Abyss az egy olyan anime, hogy... hogy hát azt jobb mentális állapotban fogom megnézni majd szerintem. Ja, mint a ezért, én nekem a BoJack Horseman volt ilyen, hogy... Ahhoz kell egy stabil... Ja, ismered? Jó, oké. Azt értettem, hogy ezt nem ismerem. Hogy ahhoz egy stabil mentális állapot kell, mert egyébként totál lehúzok fenébe. Aha. Hát ilyen a... Az az valami borzasztóan traumatikus a Made in Abyss. Nincs csak ugye még eddig egy év adja, de hát azt nem... Én még ennyit nem húztam fel magam animén. A szörnyű, hogy mi mennek keresztül a gyerekek. Gyerekekről yeah. Szól. Nice. De az valami pokol tényleg. Egyes. Ezeket ki kell fogni. Ezeket ki kell fogni? Új számom. Te inspiráltad. Te vagy a co-creator. Értek, hogy a Rick and Morty, én nem tudom, a Rick and Morty-nek van magyar szinkronja? Nem hiszem. Van. Hát a Comedy ment. Ment a Comedy SD. Hát szerintem... Őszintén, én hallottam, de nem maradt. És szerintem valószínűleg szar. SpongeBob a Mortynak a hangja. Kicsoda? SpongeBobnak a magyar hangja, a Mortynak a hangja. Aj, nem. Egyébként van pár, ahol meglátszik, hogy a magyar talán még jobb is, mint az eredeti. Mondjuk a Simpson családban Homernak a hangja jobb, mint az igazi amerikai szerintem, de senki másnak nem. Az egész Simpsonsba, de Homernak nagyon-nagyon eltalálták a hangját, a magyar hangját. Aztán a SpongeBobba Toon Chapnak tök jó hangja van. Ja, nem, már csak az amerikaira emlékszem. Mert majdnem ugyanolyan, mint az amerikai, azért emlékszem így. Az konkrétan el van találva. Hát igen, nagyon, nagyon szar, mert... A rákéssel az, igen. Mert hogy amelykora nagy igény van egyébként a magyar szinkronos filmekre, meg rajzfilmekre, meg sorozatokra, meg ilyenekre, annyira nincs... Tehát, hogy annyira szar. Tehát, nincsenek rendesen megfizetve, úgyhogy nem is mennek nagyon. Tényleg, hogy régen azért nézve. Voltak jobbak a szinkron hangok, mert volt benne elfért, hát meg volt fizetve azért volt ez. Meg volt fizetve, lennének, hát azért... Most is lennének jók, ha meg lennének fizetve. A Shreknek például nagyon jó volt a szinkronja. Az is jó egyébként, igen. Ő aztán meghalt, nem? A Shreknek igen, a magyar igen, hangja. Igen. Tehát nem az tudom, hogy most ugye lesz Shrek 4, hogy azt hogyan kezelik. Na mindegy, nem mindegy, de 4, hogy ez... 5. Milyen Shrek lesz most? Lesz új Shrek. Aha. Wow. Gesztesi. Ez négy lesz, vagy öt lesz? Gesztesi, köszönöm, bocsánat. Gesztesi Péter, igen. Gesztesi Károly. Igen. Károly, nem Péter? A Geszti Péter az már megint más. Megint más, jó, keverem őket. Köszi, Blister the Wolf, a subába skribolást. De a Rékasi Károly az meg a izé, az meg a Zsolt volt a Barátok közben, nem? Ne, a Barátok közben nem néztem. Új jégkorszak. Már 5 éve is mondták, volt, de azóta sincs lehet költ. Nem úgy volt, hogy a bluszkája azt feloszlott. Na mindegy, de hogy igen. Non egy olyan genyó vagy, mert non egy Gesztesi Péter, de jó volt Shrekként.
De hogy ez például tényleg jó volt. Hát de gondolom azért adtak nekik olyan fizetést, hogy... Persze, hát régen azért sokkal nagyobb biznisz volt ez az egész. Igen. Na most ugye már nem... Hát nem most nagyobb... már... Magyarországon főleg ugye van egy ilyen torrent kultúra. Igen. Ugye nálunk se a Netflix, se semmi nem lehet bevezetni, mert mindent letöltünk. Azt így... Bár most már, nem tudom, azért alakulnak át a Netflix meg az HBO. Ja, bár még mindig nagyon kevés a content rajta szerintem ahhoz képest, hogy... Igen, engem is az zavar egyébként, hogy nagyon sok olyan... sorozat vagy régebbi, tudod, ilyen dolgok nincsenek fent, amiket úgy megnéznék például. Így eszembe jut néha, hogy hú, hát ezt az ezért úgy megnézem, és így tudti, hogy nincs fent. Uh-huh. És egy csomónál vagyunk amúgy úgy a Petivel, hogy így mondom, megnézném ezt a filmet, vagy ezt a sorozatot, most így eszembe jutott, és nincs fent sehol konkrétan. Meg lehet nézni Amazon Prime-on, vagy Amazon Videón, ugye megvásárol, ha a Prime-ra vagy előfizetve, nagyon sok nem tekinthetsz meg. Vagy Hulu-n, és ennyi, de hát a Hulu-t meg Amerikában állják, ugye. Nálunk nincs is Hulu. Nálunk nincs. Pedig amúgy azon van a Simpsons is, meg egy csomó olyan dolog, amit effektíven néznék is. Ja. De például, de alakul át, szóval, hogy én azt látom, hogy nekem is nagy torrentes. Nem, egyébként vannak még kor színészek, tehát azért a nagyobb sztároknak a színészei azért először fordulnak még mindig, ugye, mint a DiCaprio-nak a magyar hangja, a stb. Ja, meg azért felismerem. Hát föl, igen, de én most konkrétan, tehát ugye a kommentelőnek mondom, én konkrétan most én arra gondoltam, hogy rajzfilmekben nagyon rossz szinkronhangok vannak ugye, most már. Nem mindegyikben, nyilván a Disney-sekben még mindig konkrétan biztos jók, bár már nem néztem Disney-s tartalmat, magyarul nagyon-nagyon rég volt. Én is angolul nézem. Már. Bár az utolsó tartalma, amit néztem, úgy felhúzott, hogy bárcsak nem néztem volna semmit. Már mit néztem? De ezt már talán mondtam a múltkori streamben, a How to Train Your Dragon 3-at. Nem mondtad, és nem tetszik. Nagyon rosszul. De várjál, ez mikori a... Oh, shit! 1400 bitet tolt be Jon Snow. Az igen, Getz. Jon Snow. Nem is írtál hozzá semmit. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon durvi vagy. Ja, de ez 2019-es. Vagy ezt tudja, hogy láttam. Emiatt én most eléneklem a kedvenc Zambó Jimmy számomat. Még nem, ez így! Még, tovább! Nagy még színpad! Még jó kis vidám számai voltak egyébként az öregnek. Igen. Jó kis igazi magyar mély depressziós, mint... És akkor szokták mondani, igen, szép, mint a himnusz. És akkor meghallgatod a himnusz, és kicsit ilyen, a szenvedés benne van a kultúránkban rendesen. A House of Training, a Dragon 3 nekem nagyon nem tetszett, szerintem nagyon rossz volt. Legalábbis az utolsó fél órájában azt az egész három részt nekem. Mármint, hogy... Jaj, én már nem emlékszem. 2019-ben jött ki, úgyhogy nem tudom spoilerezni már rajta. Meg én megnéztem. Az, amikor szerelmesek lesznek egymásba. Igen, és akkor hirtelen azt úgy döntenek, hogy hallod, fuck this shit, nem akarunk jobb jövőt, nem akarunk harcolni azért, hogy jobb legyen nekünk is a gyerekeinknek, inkább váljunk gyorsan szét, vessünk véget az összes barátságnak, és éljünk depresszióban. Majd jön a credits. Ó, oh, wow, én erre nem így emlékszem. Jó, ahol nagyon felhúzott. Főleg én, tehát főleg ebben a korszakban, amikor mindenki... Micsoda? De majd megnézem. Főleg ebben a korszakban, amikor mindenki próbál a jogaiért harcolni, meg ahhoz, hogy elfogadás legyen, meg egy jobb életért, akkor jön a House of Trainer Dragon, jön az üzenete, hogy add fel. Just give up, bro. Jó lesz. Éj, depresszióban. Vagy nem. Back to the war times. De az nagyon nem. Hát, ja. Nagyon felhúztam magam rajta. És ahogy néztem, nem voltam egyedül. Tehát gondolkodtam, hogy most én értettem-e félre. Aha. Vagy, de nem voltam vele egyedül, tehát ez valami, ez eszement hülye ending.
Hát, megesik. Halászok. Ja, már én is lefeküdtem. Hát nem tudom. Én nekem most az Encantót, mi Encantót néztük az utoljára Petivel. Ugye ezt az új énekelgetős, varázslatos Disney mesét, és én nekem ez nagyon tetszett. Nem is az, hogy sablon mese, csak hát megfogták a három, mind a három résznek az egész mondani valóját, és kibaszták a gókába. Tehát, hogy csak azért ne legyen szar, hogy egyedi legyen, érted? Tehát, hogy majd írtak, hogy legalább nem a sablon mese volt. Hát nem, de... Hát igen, de melyik lett volna jó? Ha arcon köpnek, se jó. Tehát, nem úgy maradt meg bennem, hogy hú, de király újra nézném. Eladom a halakat amúgy, meg az összes ilyen... Nem tudom, nagyon felhúzott. Az egésznek a mondani valója annyira ilyen igazi, beletörődős, boomeres, mély depressziós... Magyarok képzel? Hát lehet, simán el tudnám képzelni. Tehát, hogy megfallod, ne harcoljál, ne, te csak kussoljál elfele, törődj bele a szar életedbe. Engedd el, hogy valaha is jó volt, vagy lesz. Azt irány a depressziós halálágy, azt már holnap fel se kelj. Nice. Ez volt az utolsó mondata a filmnek, lehet nem így volt. Ez az én, ez a, nem a rendezői változat, hanem Alex változott. Az én endingem. Ó, nagyon felcseszettem úgy ezzel, tehát hogy... Azt látom. Annyira nincsen látom. Nem szerettem azért. Mostanában, hogy ez nem szerettem volna, akkor nem érdekelt volna, de én szerettem a Hatotvennyedregen. Igen, amúgy nagyon jó volt, de csináltak belőle a sorozatot is. Ú, mondjuk az nagyon gáz volt, igen. Igen? Hát meg most csináltak egy ilyen, most ez modern korban játszódik, és bazd meg, úgy néz ki, mintha én csináltam volna délután. Olyan szörnyen gagyi, ugye én foglalkozom 3D-vel, hallod? Ezt szerintem 3 ember rakja össze. Valami hihetetlenül gáz, ahogy kinéz, ahogy meg van animálva. Nem is hát értem, mit most gondoltak. Most már muszáj tömegesen gyártani ezeket. Hát meg gondolom, ugye otthon csinálják a stay home. Hát de még hogyha az is, már mondjuk szerintem... De abból amúgy... sincs baj, amúgy. Csak szar! Tehát a Hatotvennyedregen, Dragon egy nagyon minőségi sorozat volt. A harmadik endingjéig volt az. Ott az utolsó fél óra már nem volt túl minőségi, de... Maga quality of life, tehát ahogy meg volt animálva, ahogy le volt renderelve, gyönyörűen meg volt csinálva, a sorozatok már nem. Tehát nagyon, nagyon kis költségvetésűek voltak szerintem. Hát az már igen, mint a... És ez meg viszont vitte a prímet azzal a... sorozat is, meg mit tudom én ilyenek. Azzal a, az animáció, tényleg, mint a 3 ember rakta volna össze. Ezt meg tudom mutatni? Nem tudom valahogy megmutatni, pedig... Hát hallod, azt látni kell, ahogy tehát vissza 1995-ben, érted? Tehát ott voltak mikor ilyen kaliberű. Amikor voltak ezek az ilyen nagyon bénán meganimált ilyen zék, rajzfilmek, nem tudom, hogy vágod-e ezeket. Vág, persze, azt mondom, na, mindjárt megkeresem a linket. Mi volt valami dínós, a Peti mutatta múltkor, hogy Petivel néztünk múltkor ilyen YouTube videókat, ott mutatták, hogy valamilyen dínos mese volt, olyan akart lenni, mint a... Mi volt az Őslények országa? De most lehet, hogy hülyeséget mondok. De ez, és hogy ilyen nagyon-nagyon béna, és hogy amúgy ez annyira bénán sikerült, hogy azt mondom, hogy ilyen mém is lett belőle, ezek a nagyon rossz megrajzolt dínó. Biztos, hogyha látnátok róla a mémet, akkor tudnátok. Nekem ez jut eszembe erről mindig. Meg aminek jó volt még a magyar szinkron hangja. Nem tudom, hogy te nézted el, Alex, valószínűleg nem. A Barbie mesék, az ilyen Barbie-s, Barbie és a hattyúk dala, a Barbie és a 12 háztántoló hercegnő. Az nekem kimaradt. Gondoltam. És szerintem azoknak amúgy tök jó volt az... Itt van, megtaláltam egyébként közben.
beraktam a chatemre. Eredetileg nem tűnik annyira rossznak, ezt igazából addig nem tűnik rossznak, amíg mondjuk mellé nem raksz egy eredeti How to Train Your Dragon részt, vagy nagyon rosszul néz ki. Tehát ez a nagyon gagyi kategória. Mert ez az egész setting olyan kringé. Most őszre csináljuk már meg úgy ezt azért az ültetést, hogy most már ugye tud hármat locsolni a locsolókannánk, hogy akkor így valahogy hármasával vagy háromban osztható zére rakjuk össze a dolgokat, mit szólsz? Hogy akkor sorba menjünk, és akkor... Benne vagyok teljesen. WoW Early 3D korszak. Eskü! És ma ez 2021-es, érted? Valami hihetetlenül rosszul néz ki. Meglocsoltam. Azt hiszem mindent. Szerintem a dinoszorra gondolsz, azzal az a baj, hogy emberi mimikát rakok a dinókra. Hát nem tudom, de az valami nagyon mocsok szar volt, az a rajzolás. Tehát annál még én is jobban. Mit akarok mondani? Szerintem izé, ezután a nap után szerintem nyomjuk le. Jó, oké. Csak a következőben ugye el fogunk érni... El fogunk érni őszig! Aha, anya, gyere! Hozd az ágytálat! Zambó Jimmy Neutron! Hasonló! De amíg legalább az... Jimmy Neutron! Amíg legalább az érted, valamilyen szinten megpróbált, meg az egy régi animáció nagyon, ahhoz képest nem is volt akkor az még annyira rossz. És legalább érdekes Jimmy volt a sztori. Azt szerintem katasztrofálisan szar volt. Annyira mármint nem én... volt, vagy csak én emlékszem rá, nem volt olyan rossz. Nem tudom, én nem szerettem amúgy annyira, úgyhogy valószínűleg azért, de én nem szerettem azokat az animációs filmeket. 3D-sek voltak? Egyébként se. Nekem az ilyen annyira gagyi volt, akkor inkább rajzolják meg, nem tudom, valahogy így 2D-sre, és akkor, vagy nem tudom. Igen, azt viszont arra emlékszem, hogy gagyi eszmó volt, mondjuk nem néztem, a izét néztem sokáig, azt nagyon szerettem, a Hey Arnoldot. Ja, azokat szerettem, meg szerintem amúgy milyen egyszerű volt, annyira jó sztória volt például a Samurai Jacknek. Igen, mondjuk az, a Spongyabob volt nyilván, azt mindenki szerette szerintem, a... Nagyon szerettem a Samurai Jacket, úristen. Nem tudom már, mik voltak még. Be akarom majd fejezni, mert én azt elkezdtem. Aztán egy időben betiltották, vagy nem betiltották, hanem nem lehetett a Nickelodeont elérni. Még gyerek voltam, és azon voltak a kedvenc meséim. Ja, azt hiszem, hogy a Samurai Jacket, mert azt félbehagyták. Jó, mondjuk akkor már nem voltam annyira gyerek, de... De a szívedben az voltál. De igen, de úgy azért azt szerettem nézni. Arra. Mondjuk én a rajzfilmeket mindig is szerettem. Tehát én annyira örültem, hogy a LOL sorozatnak a... Mi volt a neve? Arcane? Azt hiszem. Aha. Annyira örültem, hogy rajzfilmesen csinálták meg, tehát ilyen stílusa volt, annyira jó volt, annyira igen, szeretem. Igen, pont nem is tudom, kivel beszéltem, hogy szerintem ez azért, mert ugye mi generációnk azokon... Tehát, hogy alapvetően már igen, a rajzfilmeken nőttünk fel, és hogy ezt szeretnénk visszahozni már egy más stílusban is. Tehát, igen, hogy egy komolyabb, felnőttesebb stílusban, igen. Igen, hogy ezt szeretnénk látni. Egyébként még mi a Petivel még a mai napig csomó, még akár úgymond gyerekeknek való mesét is, amik jól vannak megcsinálva. Ilyen egyébként például ez a Green Exenham, ami orszatos. Az Edit is ismerem, igen. A bátor volt a... Ugye a Stupid Dog. Az az egyik kedvencem volt. Johnny Bravo a... A az, Courage igen. The Cowardly Dog. Azaz, köszönöm, igen. A lila kutya. A Teen a Titans, kutya. Azt nem néztem, az nekem kringé volt. Az Adventure nekem... Time-ot sem néztem soha. Nem, úristen, én azt nem. Nagyon... Mi azt végignéztük nekem a Patival, teljesen kimaradt. Amikor összejöttünk. Én amúgy nagyon ajánlom, szerintem nagyon-nagyon nagy.
Nekem egy kicsit az is amúgy néha tudott gagyi lenni, meg ilyen, voltak értelmetlen, vannak ilyen értelmetlen, de hogy ezt így be lehet tudni. Lehet, hogy... lehet megnézegetem így másik monitoron. És regular show-t is írja Devi, az is teljesen kimaradt. A regular show egyébként az már inkább, az már egy felnőttebb generációnak készült szerintem, vagy ez egy inkább ilyen kamasz meg fiatal felnőtteknek, akár felnőtteknek, mert ott azért ilyen nagyon nagy hülyeségek voltak, nem így a gyerekeket. Karnyelő, én mondtam, én mondtam a Titans-t. Mert így, hogy a Teen Titans gagyi volt, de a Samurai Jack nem. Én a Samurai Jacket se szerettem, meg a Teen Titans-t sem. Szerettem a Teen Titans-t. Én az Ed and Eddie-t nem szerettem, meg a Görcsikrektől, na ez meg a... meg a Én vagyok, Menyús, meg a Boci és Pipi, én nekem ezek annyira butták voltak, hogy én nekem ez nem, ez nekem annyira nem adta valahogy. Nem, nekem a, inkább. Mert írják a Cancel Alexovics, nekem a szuperhősös dolgok nem jöttek be sohasem. Nekem az, én azt a Marveltől se szerettem, azt mai napig nem szeretem az ilyen szuperhírós dolgot, és ugye a Teen Titans az csak arról szólt. Biztos jó, annak, aki szereti azt a stílust, de én, nem, én a Batman-t se szeretem. Én nem szeretem az ilyen szuperhősösdit. Tehát nekem a szuperhős az a Doom gája a Doomból. Aki nem beszél, csak egy ő. Az a szuperhíró. Én amúgy szeretem a Marvelt, meg amúgy én azt szeretem, hogy egy, jól van megcsinálva egy ilyen. Szóval, hogy nem az van, hogy Marvel-es vagy, vagy DC-s, vagy mit tudom én a Marvel-t is nagyon szeretem, én szeretem a filmjeit, és nagyon várom is, és imádtam az Endgame-et nézni egyébként a moziba, mert hogy nem tudom, tök jó volt. Az Endgame nekem is tetszett amúgy, tehát azért hogy... megnéztem az Avengers-es, de az nem is volt olyan tipikus szuperhőses cucc. Se az Avengers, se az Endgame-es. Ja, amit te nem szeretsz annyira benne, az a... Aha. De amúgy mondjuk egy izét nem néznék meg alapból egy X-Men-t, meg ezeket. Aha. Az X-Men amúgy ez nekem se volt nagyon izé. Az X-Men-t amúgy én sem néztem nagyon. De például a DC-nél meg nagyon szeretem, most amit nézünk, ezt az Arrowverse-t, ez az Arrow, Green Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, és nem tudom. Ez ugye sorozat. Ezek sorozatok, amiket most nézünk Petivel, és én például azt nagyon... a DC most ugye megcsinálta a Harley Quinn rajzfilm sorozaton. És azt most... szerintem iszonyatosan zseniális, és hát ugye ott ilyen antihősök, tehát ugye ott a villanek vannak benne inkább. Mondjuk az egy érdekesebb koncept. És szerintem amúgy ez neked tetszene, Alex, úgyhogy lehet, az lehet, úgyhogy nézd rá, mi az, mi megnéz Petivel, iszonyatosan nagyon jó. Harley Quinn sorozat. Meg itt írják közben, itt írják, elkezdték írni még a rajzfilmeket, de van egy csomó rajzfilm, amit én már nem néztem, mert akkor már nem néztem rajzfilmet. Igen, lehet, hogy én még néztem meg én amúgy én elég sok... Mondjuk a Dexter laboratórium az beugrik azért, nem? Persze. Az beugrik, de mondjuk nekem a Benten már egyáltalán nem ugrik be. Jó, a Benten nekem az valahogy nem. Total Drama, Chowder, ezeket nem ismerem. Úristen, a Total Drama, meg a Chowder. Na, én ezeket nagyon szeretem. Meg nekem van egy, két és fél három évvel fiatalabbom, meg akkor kilépett. Mondjuk tovább a napot amúgy, vagy? Ja, igen, jó. De hogy, mit tudom én, a Réka meg a kisebb húgom, fiatalabb húgom, ő meg 12 évvel fiatalabb. Én a későbbieket is néztem, és ki is akadtam amúgy egy csomó ilyen sorozatosén, mert nagyon, nagyon bugyuták lettek már. Nem, tehát tényleg a Teen Titans biztos, hogy most mindenki mondja, hogy nagyon szereti. Nekem nagyon tetszett benne az Emo-s csaj. Nagyon sok fura érzelmet hozott elő a tinédzser koromból, amit ugye akkor még nem voltam tisztában, hogy mit érzek. Nice. Nekem van nagyon tetszett az emos csaj benne, de hogy kb. Ennyit tudok az egészből. Raven, az volt a neve, igen. Kb. Ennyit láttam az egészből. Raven.
Azt nagyon szerettem. Ismerős Alex, igen, meg tehát volt, hogy rábukkantam az interneten ilyen adult contentra, ahol véletlenül Teen Titans-i megjelent a koncept. Véletlenül volt ilyen, hogy rábukkantam ilyesmire, akkor, hogy megtetszett, belenéztem a sorozatba, de nem fogott meg. Mondom, nekem maga ennek a kinek nem tetszett, tehát maga... Rambo fanart incoming. Igen, nem, most már döntsétek el, hogy Nick White-ot szimpelem, vagy... Vagy... nem, Raven, de azt, nem, azt sem tudtam, milyen karakter. Nick White-ot azért ismerem, mert láttam az utóbbiat. Na. Akarsz-e rédelni? Szín. Mit rédeljünk? Vagy... Kit rédeljünk? Vagy hagyjad. Én átmennék Cat Poe-hoz, Rainbow Six Siege-et. Menjünk Cat Poe-hoz. Nem ismerem egyébként. Belinkeljem neked? Légy szíves. Most már van szabon, most már nem dob ki a faszabon. Köszi, Demi. Úgyhogy így. Na. Hát köszönjük szépen, srácok. Ma is megvolt, remélem, mindenkinek a trauma. Meg a szimpincs, felhúztok mindenkibe a rajzfilmeket. Mehetek nyugodtan a rajzfilmeket, nézzétek meg. Igen, szeressétek ti is továbbra is a rajzfilmeket. Szeressetek minket, szeressétek a rajzfilmeket, és szeressétek magatokat, és egymást pontosan. Is. És az ügyvédem most szólt, hogy álljak le. Na! Álljál le! Álljál le, mert ennek rossz vége lesz ennek a mondatnak. Úgyhogy... Nona, hogy köszi az egy bitet. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi szombaton sima kettőtől valamit tolok. Kitalálunk valamit. Én meg most a hétvégén nem vagyok, mert mi meg D&D-zünk szombaton is DV-kkel, vasárnap meg a másik társaságommal, úgyhogy én majd kedden leszek hamarabb. Úgyhogy menjétek nézni Alexet holnap. Köszönöm szépen a shout-outot. Kim's Fairy Tale. Kim's the Fairy Tale. Na jól van, elmegy a réd. Vigyázzatok! Sziasztok! Bye!